Reggel, gyerekek, milyen helyzet? Boj, meg lehet fagyni, emberek! Reszketek, mint a nyárfa levél. Nyárfa vagy nyírfa. Nézzétek meg! Olyan hideg van, mint a jégverembe, bazd meg. 13-14 Celsius fok. Kevesebb, mint 60-58 Fahrenheit. Meg lehet fagyni. Na, de már kisütött a nap, ugye, úgyhogy... melegedik. Szép idő lesz, a napon már meleg van, nincs baj, de... de házban hideg van, úgyhogy kinyittuk ajtót, ablakot. Mindent. Jön B felé a nap. És elé van készítve a reggeli. Ilyenkor, mikor hideg van, akkor még többet kell enni. Mert akkor égeted még jobban a kalóriákat. Úgyhogy az utóbbi időben... ja, amikor hűvösek voltak, azt vettem észre magamon, hogy egyre többet eszek. Na, úgyhogy elé van készítve 18 banán, és egy guava juice, ez 600 kalória, ez kb. Mit tudom, 1800-2000, tehát egy olyan 2500 kalória fog belemenni ide a blenderbe, és utána ide az emésztőgödörbe. És a banánjaitok ilyenekkel legyenek, gyerekek, mikor eszitek, vagy smoothie-t csináltok, szép barnak, pöttyösek, ilyenkor van jó megérve, édes, és a keményítő át van alakulva cukorra. No, gyorsan ezt megrittyentsük, ez lesz a reggelin. Hát mondjuk reggel is ebéd, ugye 2500 kalória az itt, az általában elég reggelire, s ebédre. És akkor a vacsora az lesz, mondjuk úgy, tehát ez kitart egy, mondjuk egy olyan délután egy óraig, mennyi van most, 10 óra. Ja, két részletből ezt beakasztom, csecsala. És az átart egy olyan 1 óra 2-ig, és akkor csinálom a vacsorát, ami egy olyan 1500 2000 kalóriáig keményítő zöldségekkel. Na, a főzős videót még nem csináltam nagyon, de majd fogok azt is, hogy meg lesz a tornác. Ja, amikor éhes vagy, nincsen, lássik a glycogen szinted, és a cukor szinted, akkor ja, kezdesz reszketni és fázol. Minden bajod lesz, nem tudsz gondolkodni se tisztán, úgyhogy kell akasztani B felé a kalóriát, csak a jó kalóriákat, ugye? Gyümölcs, zöldség, keményítő félék. Keményítő, nem tudom, annak van egy jobb név magyarul, de a starchokat, az ilyen starchy vegetables-okat. Tehát ugye van a babfélék, meg a ilyen pityóka félék, gumósok, hüvelyesek, meg gabonafélék, ezeket hívja az amerikai starchnak, magyarul keményítő, de nem tudom, hogy más népszerűbb neve van-e ennek az ételcsoportnak, de addig is keményítőnek fogjuk hívni. Na, mennyi, nem megy egyszerre mind belé, úgyhogy azért is mondtam, hogy két részletbe fogom, és egyszerre belém sem menjen, tehát és addig nem jó úgy megcsinálni, hogy az egészet megcsinálod, és félreteszed, mert akkor oxidálódik. Tehát, ja, gyümölcsöt az ugye a legjobb. Hát, úgyis elmenjen, ugye, mert sokszor vittem smoothie-t magammal a borkanyokba, mikor mentem dolgozni. Főleg, ha valami citrus teszel belé, citromlevet, vagy narancsot, vagy ilyesmi, akkor az segít, ugye. Na. Úgyhogy azt csinálom, meg beléteszek, mit tudom, egyszerre 8-9 banánt. Meg turmixolom, megiszom, és akkor utána majd egy-két órával később megcsinálom a másik felit. Kicsi vizet még két ügyekről.
Jó, a mély cízésekre azt rájöztök a menet közben. De nekem tudjátok, hogy a jó, akkor a közepébe a lyukot meglátom, a vortexet. Túl kicsik a lyuk. Ja, mikor ilyen mutató jött belé férne a köldökébe, akkor nekem pont jó. Ha nem túl sűrű, és hogyha nagyobb lesz a lik, akkor túl híg lesz. Na! Ijétettétek-e így? Ki kell a napra üljek ember ide az ajtóba? Gyere ide te! Na! Lábaimat süsse a nap legalább, még iszom a smoothie-t. Ez igen. Amikor így beveszem reggelibe az első kortyot, egyből men a vérembe, érzem az erőtér vissza belém. Ugye, mert mikor ettem utoljára? Tegnap este. Nem is este, most újabban a vacsora alatt, ugye 3-4 óra felé eszem. És mondjuk még az este kicsit ettem 6 óra felé. A vacsora maradékot még megettem, és még valami magokot, mert ki voltam merülve, ugye 3 óráig taszigáltam a fűnyírót. Egy 2,5-3 óra lehetett, nem volt 4 óra, azt hittem előbb, hogy 2-6-ig, de utána jöttem rá, hogy még itt még vacsoráztam, közben főztem rizset, úgyhogy mit tudom én, 2,5 óra alatt taszigáltam, max 3-at. Na, de az elég ahhoz, hogy kiürítse a glikogén készleteket az izomból, úgyhogy kell pótolni. És ja, tehát vacsora tegnap kellett többet tegyek. Érzed egy idő után, mikor ilyen tisztán és egészségesen élsz, akkor nagyon, nagyon összhangban, hogy érzed, hogy mikor mennyi kell. És ja, nem eszek többet, mint amennyi kell, de mikor érzed, hogy kell, akkor kell. Na, ezt beakasszuk. Lassan csináljad. Ne olyan legyen az evés, mint a szex, hanem mint az előjáték. Hosszas és lassus évezed. Forgass meg a szájadba. Rágd meg. Na! No. Hagyjad, kévezzem még kicsit. A kamerát nem tudom, melyik felé fordítsam, hogy jó legyen a világítás. Na, mit akarék mondani? Ja, az, hogy beakasztjuk ezt a smoothie-t. És megyünk, felülünk a traktorra, gyerekek, eljött az ideje. Fel a traktorra, és csapjuk. Remélhetőleg egy slagsá fog szétrobbanni, és tudok ásni, vagy 100-150 lyukat. És ha talán egy-két slag szétrobban, akkor ma leszerelem, és reggel megyek ki Makaliba. Hónap reggel hétfő. Veszek új slagot. De ha kibírná, kiássunk egy csomó lyukat, akkor az nagy, nagy sírásság lenne. Mert akkor ugye... Hamar is menne szerintem...
Egy-két óra alatt kialszom a 150 lyukat. És akkor délután ugye kezdhetném az ültetést, előbb elültetném, amik edényekben vannak, a sok banánt, és utána addig hűljön le a backhoe-nak a motra, és utána vagy nem, utána miért, hogyha egyszer elindítottam a backhoe-t, kialszom a 100-150 lyukat, akkor jövök a backhoe-val, és felalsok egy néhány banánkupacot is, amiket el akarok ugye költöztetni. Energiát kell megspórolni, gyerekek, mert véges az energias az idő, és dolgozzanak a gépek. Ki kell használni most. Na, értitek. Kedved jön meg egyből ember, mikor reggelibe egy ilyen smoothie-t beakasztasz, egyből is a nap süti a testedet, látod kint a szép időt. Sokan álmélkodnak, hogy hogy van nekem mindig, legtöbbször ilyen jó kedvem. Nem mindig, ugye, mert nekem is van, mikor rossz kedvem van, de ritkán. De hát, hogy ne lenne jó kedvem, mikor jól érzem magam, ugye egészséges életmód, mozgás, jó ételt teszed magadba. I'm high on life, man. Be vagyok rúgva az élettől, az életnek a szépségétől és a gyönyörűségétől. Évezem az életet, gyerekek. Drogok nélkül, stimulánsok nélkül. Nem kell ide kávé és alkohol. Energiaital. Itt az energiaital, ne? Jó csettintesz utána. Na, már felele ment. Oh yeah. Na jó. Ütözzek B. És menjünk gyerekek dolgozni. Épp ezt a videót oda teszem konvertálni, gyorsan feltűteni. Addig megiszem annak a másik felét. Akkor indul a nap. Ha minden jó megy, akkor már nagyon jó, nagyon hatékony napunk lesz. Kiássuk az összes likat, se elültetünk 100-150 banánfát, ha? Egy nap alatt. Ezért akartam megjavítani a... elindítani a traktort. Szép az élet! És én is szép vagyok, szép vagyok. Na jó, ne is húzzuk az időt tovább, mert
Arra munka. Na szép vasárnapot gyerekek nektek. Pa.